már majdnem 3:45, és még mindig érkeznek a szimpátia tüntetők ide a NEFCO-hoz, hogy Jancsula Dezső mellett kiálljanak. Itt áll mellettem a pedagógus, akit egy bírósági tárgyaláson megkurcoltak, illetve hoztak egy olyan ítéletet, ami miatt akár az állását is elveszítheti. Először is az lenne az első kérdésem, hogy mit szólsz ez a tömeghez, hiszen itt legalább 400-500-an vannak, és folyamatosan érkeznek még. Hát egyrészt meglepő, másrészt nem meglepő, mert ugye maga az ügy túlmutat rajtam, és azt hiszem, hogy mivel közérdekű ügyé vált az egész, illetve megérezték benne az egyediségen kívül azt, hogy itt valami általános jelenség. És ez nem nevelési központ, nem csak Pécs, nem Kertváros, hanem ez egy általános jelenség, hogy az eldurvuló világunkban az eszköztelenné váló munkahelyükön, közterületen eszközszerűen váló emberek, és nem csak pedagógusról van szó, szóval bárki felnőtt, ha fel akar lépni, hogy ezzel néz szembe, hogy vagy közömbös lesz, és akkor megfelel a úgymond hivatalos elvárásoknak, nem ütközik törvénybe, ha meg nem közömbös, akkor egyszerű jogérzéke alapján lép valamit, ami alapján büntethetővé válik. És ez a kettő nem fér meg az emberekbe, ugyanakkor nem tudják egyedileg kezelni, és ezt érezhették meg, hogy így viszont kifejezhetnek valamit ez irányú vágyaikból közösen. Ugyebár a bíróság a személyszabadság korlátozásában talált bűnösnek, ez pedig bűncselekménynek számít, és ezért az iskola mérlegelés nélkül felmondhatja az állást. Igen, nem az iskola, hanem a munkáltató, a klik fel kell. Tehát nem ismernek engem a tankerületnél, tudják, hogy nem váltam alkalmatlaná tanításra, hanem ő neki nincs mérlegelési joga. Mert az egy másik törvény. Tehát hoz a bíró az ügyész bead egy beadványt, a bíró ítéletet hoz, és ennek következtében a munkáltatóm kell, hogy bocsásson mérlegelés nélkül. Köszönjük szépen, és hát sok sikert, és várjuk a következő fordulót. Ezt a szimpátia tüntetést civilek szervezték, akik felhívták a figyelmet arra, hogy ez legyen politikamentes, erőszakmentes tüntetés, egyszerűen csak kiállnak a tanár mellett, Jancsula Dezső mellett, hiszen szerintük valami sérült, és ezt szeretnék tudomására hozni az egész országnak, ezért jöttek el ma 400-an, 500-an ide a NEFCO mellé.